Na, szóval, mai nap kaukázusi kefír. Ez jó fehérjét biztosít elvileg. Aztán almák, van itt egy banán, aminek szerintem magas a cukortartalma, bár ki tudja. Aztán a víz, az elengedhetetlen víz, és az elengedhetetlen Biblia. Ezek állnak itt rendelkezésünkre. És elengedhetetlen tévén, mert most ott vagyok a televízióban. De ezek a miket meg szándékozok enni. Úgyhogy ez elengedhetetlen könyv. Mindenkinek javaslom. Ja, és ez elengedhetetlen munkahely, most éppen dolgozok. Szóval minden nap ez alapján, a könyv alapján próbálok az élet útvesztőjében éldegélni, majd meglátjuk, hogy mi történik. Az első, én szeretek erősen belecsapni a dolgokba, úgyhogy én tartanám ezt a lövési fázist, hogy csak este eszek. Este lesz ez a túllevés. Szóval én nem szeretek így, hogyha leszoktam a húsról, akkor is úgy szoktam le, hogy egyik napra a másikra. Szóval én nem szeretem ezeket a izéket. Na, majd akkor leszokok egy kicsit, egy kicsit, egy még kicsit. Szerintem ez olyan célra vezethetlen dolog, hogy hihetetlen. Szóval egy embernek legyen akarat ereje, hogyha valamit meg akar csinálni, akkor csinálja meg. Ha nem, akkor meg kényszerítse magát rá, hogy egy csipogót föltesz, mint a izébe a Megcsinált című könyvbe, és csipog, és akkor kihúzom magam, nem vagyok vézna, vagy csipog, nyomok egy 10 fekvő támaszt, bárhol vagyok. Nem az, hogy majd valamikor elkezdem csinálni az edzést, akkor majd ez milyen jó lesz. Hát szerintem keresse egy tényezőt, amivel elkezded csinálni az edzést, vagy keresse egy tényezőt, amivel elkezdesz csinálni egy új célra vezető módszert, harcosok étrendje, keres egy kettlebell edzőt, hogy kettlebellezzél. Kettlebell szükséges az, hogy megfelelően sajátítsd el a dolgokat. Mindennek megvan a megfelelő rendje. Vannak olyan dolgok, amit meg kell tanulni az embernek. Ebbe is bele kell tanulni. Minden edzés, amit leírok a blogomon, a harcuborka.wordpress.com-on, vagy az életjobbító.wordpress.com-on, azt teszi lehetővé, hogy az ember ebbe a felgyorsult világba megfelelő módon tudja kezelni a dolgokat. Ha nem így látod, akkor sajnálom. Szóval én úgy érzem, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy semmire nincs ideje az embereknek, magukkal sincsenek, nem tudnak foglalkozni, vagy túl sokat foglalkoznak magukkal, szervezetüket nem építik. Látok bodybuildinges embereket, ilyen gyerekeket, akik különböző, hogy hívják, injekciókkal, meg mindennel próbálnak túlélni effektíve, de ez nem nevezhető túlélésnek. Megfelelő kemikáliát bevinni a szervezetbe, ez egy nem egy célra vezető módszer, szerintem. Bár ha jobban belegondolok, én is kipróbáltam pár ilyen dolgot is régen, de megtapasztaltam magam kárán, hogy ez nem célra vezető. Szóval én azt javaslom, hogy mindenki a megfelelő módszert válassza ki, és használja. Mindennek van megfelelő módszer, és mindent meg lehet tanulni. A lényeg az, hogy olyan embertől tanult, aki tapasztalatokkal rendelkezik, és nem az, hogy én ismerem ezt a módszert könyvből. Nem, az nem jó. Én ismerem ezt a módszert életből. Élettapasztalattal rendelkező embertől tanulj el mindent. Ez a lényeg. A többi kamu. És az olyan jó tud lenni, amikor nem kamu tanul az ember, hanem csak úgy tanulgatja a dolgokat.